szia, üdvözöllek, úgy hallottuk, Kiszeltünk egyik legnagyobb rajongója, vagy miért szereted őt ennyire? Hát nagyon szép is, és nagyon, de nagyon szép. Sosem fogja ezt a senki arra mondani, hogy ez rossz nő, mert a világon a legszebbeké tartozik. És egy olyan szép verset is mondanák neki, amiből nem szerelem, de azért, hogy szeretlek. Ezt, amit költöttem még régen az intézetbe, ha meghallgatja majd. Itt állunk a fórumban, és éppen egy vers fog elhangozni Kiszeld Tündének. Kitől is? Ki tisztelhetek benne? Rostás Vilmos vagy. Rostás Vilmos Kiszeld Tündének fog verset mondani. És elmondom a verset, Tündi, mert nagyon szép vagy, és sosem fogunk elfelejteni. Mindenki, az összes társam nagyon szeretnek. A lányok meg mindig azt mondták sokan is, hogy nála szebbek vagyunk, azt mondtuk magunkba, és ahhoz meg sokat kell tanuljatok meg csinosodni. Na és a verset, ha meghallgatod. A szeretet és a szerelem együttérzése. Az első betűket függőlegesen olvasd össze. Szívem titkát írom, e kis verset néked. Rád gondolok mindig, ez zárd emlékbe. Talán megtudod majd, lelkem érzelmeit. Egybe kötöm veled a kezdő betűit. És ezt neked is elmondom. Nagyon szép vagy, és nagyon tisztelünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is, Vilmos.